Van az úgy, hogy az embernek nincs kedve otthon főzni, kimozdulni meg még annyira se, főleg mostanában. De ha már a munkahelyünket hazahoztuk, miért ne hozhatnánk haza a kedvenc éttermünket is? A kajarendelés a legtöbbeknél megáll a pizzánál és a hamburgernél, főleg így a vizsgaidőszak környékén, pedig a netpincér kínálatában rengeteg különböző étterem található. Ráadásul a járvány miatt egy csomóan nyitottak a házhoz szállítás felé az újak közül is, még az olyan felső kategóriás éttermek között is, ahová rövidnadrágban be sem engednék az embert. Persze játék közben nehéz késsel villával lenni, de ha az ember egy kis változatosságra vágyik, akkor érdemes szétnéznie. Most mi is lecsekkolunk egy ilyen fancy-t helyet. Ne feledjétek, bárhonnan rendeltek is, válasszátok az online fizetést, a kuponkód mezőbe pedig írjátok be a GameStar 20 kódot. Az érintkezésmentes kiszállítással, ráadásul ilyenkor is extra biztonságban vagytok. Ha május 31-ig így tesztek, akkor megnyerhetitek a 20 darab 5000 forintos netpincér kupon egyikét, vagy a predatorshop.hu által felajánlott gamer perifériák valamelyikét is. Ráadásul minden rendelés újabb esélyt jelent, úgyhogy most nem olyan rossz döntés lustának lenni. Srácok, időközben meg is jött a kaja, úgyhogy szerintem ebben most bele is nézünk. Én ezt kipakolom, és puskázni fogok közben, mert már elfelejtettem, hogy ezt pontosan hogy hívják, és nem maradjatok le róla. Szóval, bőrénsült lazaszderék limettás bulgur salátával, ez lesz a főételünk, és ha már rendelünk, akkor úgy gondoltam, hogy mellé csapunk még egy sült sajtorta fekete ribizli mártással. Ez nem túl dekoratív ez a műanyag doboz, úgyhogy kidobom ezt egy tányérra, hogy valami menő bírolt láthassatok róla. Kb. Így. De százszónak is egy a vége, akár ilyet, akár bármi mást rendeltek a netpincéren keresztül május 31-ig, a kuponkód mezőbe írjátok be a GameStar 20 kódot, és esélyetek lesz megnyerni a 20 darab 5000 forintos netpincér kupon egyikét, vagy a predatorshop.hu által felajánlott gamer perifériák valamelyikét. Sok sikert, sziasztok!